Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ahogy láthatjátok, itt vagyunk az Ázsia Centernél, és fel fogom hívni mindjárt Bernit, hogy ők mikor érnek ide. Halló! Na, szia, merre vagytok? Na, hát egy pár perc mindjárt ott vagyunk. Jó, de? Akkor én itt megvárlak a bejárat előtt, én már ide értem. Szia! Jó, sziasztok! Hogy vagy? Jó. És ti? Felkészültetek? Ádám? Én nagyon. Szóval beértünk az Ázsia Centerbe, és azt szeretném még elmondani, hogy nemrég találkoztunk Berniékkel egy eseményen, és tök sokat beszélgettünk, jóba lettünk, és mind a kettőnknek kell még venni karácsonyi ajándékokat, úgyhogy megbeszéltük, hogy eljövünk együtt, és hát Berni elhívta magával Ádit is, aki nem annyira örül neki. Nagy örömömre elhoztak engem is. Igen, úgyhogy most elmegyünk, vásárolunk egy kis ajándékot, aztán Ádám el fog menni az edzőterembe. Ide értünk az első ruhás csajos sorhoz. Ú, de jó! Nézd, Berni! Ez tök cuki. Felpróbálunk valamit, Berni? Hát de az tollas, ez ilyen kis lógós. Nézd meg, milyen szép, ilyen kis hálós a teteje. Ez hogy ugyanolyan? De ez és ez nem látszik a különbséget. Viszont van egy esküvői ruha szalonban bemegy. Minden ruha fehér. Ugyanaz. Nem tudom különbséget. Ez hogy tudtam? Elindultunk fel, találtunk egy nagyon jó dekoros boltot. Ugye nekünk már megvan a karácsonyfánk Bencével, viszont ti azt mondtátok, hogy nektek még kell karácsonyfadísz, meg ilyen kis cukiságok. És van itt egy dekoros bolt, úgyhogy mindjárt benézzük, hogy mit lehet venni. Szóval megálltunk nézelődni. Nagyon cuki. Azt hittük, hogy itt van a karácsonyi bolt, de nem, úgyhogy megyünk tovább. Ádi, hova lehet? Csak Ádámot elvesztettük, úgyhogy úristen. Ádám, te mit csinálsz? Nekünk egy értelmes dolog. Kandalló van itt. Ez jó, ez lesz. Szóval megláttam azt az üzletet, ahol múltkor is voltam. És Berni, te mit szólsz hozzá? Ez helyzet, nagyon csajos. Hogy megérkeztem. Ebbe fogok bemenni most. Ádám, gyere! Gyere csak kicsi! Ne maradj le! Gyere csak kicsi! Figyelj, gyere! Most ide az első nézzetek. Dolog, amire rámutatok, azt meg kell venned nekem. Na. Csukott szemmel rámutatok az első dologra, várjál. Most elindulom, csukva. Na? Igazán megveheted. Itt ugye én múltkor voltam, és mutattam már nektek, hogy iszonyatosan jó cuccok vannak. A fodrászati kelléken keresztül műkörmös dolgok, smink, mindent megtaláltok. És ugye múltkor én itt körmös dolgokat nézegettem, és szerintem most valami sminkeset keresek, egy pár ecset, vagy valami jó kis paletta. Mindjárt körbenézünk, hogy mik vannak. És Ádám azt mondta, hogy neki itt vége az egésznek már. Igen, így, nagyon jó mondod. Nekem itt most vége ennek az egésznek. És akkor engem megtaláltak a második emeletben. Azt beszéltük egyébként, hogy elkísérjük Ádámot, megnézzük az edzőtermet, mert egyébként kíváncsiak vagyunk rá mi is. Igen. Úgyhogy elmegyünk, megnézzük az edzőtermet. Azt azért tudni kell, hogy az Ázsia Centerbe lehet behozni kutyukat. Nézd! Még egy! Szia! Meg lehet simogatni? Biztos, ó, Istenem! Felértünk az emeletre, és itt van az edzőterem. Szóval Ádám itt annyira belelkesült ezen a kis termen, hogy rögtön be is vásárolt egy ilyen aranykártyát. Én vettem egy gold kártyát. És mi pedig kértünk két belépőt, hogy be tudjunk menni és megnézni, hogy mit fog alakítani. Bőségzavara hirtelen azt se tudja, hogy mit csináljon. Iszonyatosan sok kardiogép van. Ádám, te megtaláltad a gépedet? Nem. Első? Rengeteg gép van, tényleg. Itt ilyen technogym gépekkel, vagy a live fitness-énekkel dolgoztam.
Szóval, hogy Ádám az most elkezdett edzeni, viszont múltkor, amikor voltunk, nekem kimaradt ez a konditerem, úgyhogy amíg szerintem te edzel, addig én gyorsan körbenézek, hogy mik vannak, mert januártól mi is szeretnénk elkezdeni edzeni Bencével rendesen, úgyhogy megnézem, hogy itt mik vannak. Elég nagy a terem, úgyhogy szerintem hagylak edzeni, én meg elmegyek körbenézni. Tök szuper, közben le tudtuk tenni itt a csomag megöltőbe a kabátjainkat és táskákat, és közben láttam, hogy van itt ilyen crossfit rész is, úgyhogy tényleg mindenki megtalálja azt az edzési formát, ami neki a legjobb. De most így, hogy leraktuk Ádámot, próbálunk egy pár ruhát, nem? Valami kis csinit. Ó, de szép. Ó, de jó. Jól áll. Jó, Istenem! Szia! Hello! Szia! De pici vagy! Nagyon kis picurka van. De édes van. Egy csomó üzletnek van amúgy saját kutyája. Nagyon jó, hogy be lehet hozni most már ide kutyuskákat. Na próbáljunk, én azt mondom, keressünk ruhát, aztán megtaláltad a szettedet? Tök vagány. Ez a szemüveg még jobb, mint a másik. Múltkor én is néztem bundát, de tök jól áll. És nem igazi szőr. Nem igazi szőr. Nem igazi szőr. Igen, ez fontos. Én ezen gondolkozom, hogy ezt felpróbálom. Aha, nekem ez tetszik. Ó, nagyon dög. Jó. Nagyon elegáns. Nagyon elegáns. És figyeld, ennek az ujja. Ugyanolyan. Jó, nem? Wow, nagy. Szerintem ezzel a piros bölcsek illetve. Ez ilyen karácsonyi szem. Aha. Hát a karácsony az ennek az időszaka, hogy mindent díszítgetünk. Új és... csillaggyertyű is van? Ez a kedvencem. Mézes kalács, szagoljuk meg? Ez mézes kalács, vanília. Ó, de jó. Ez tényleg nagyon finom. Ideértünk a játékboltba, és Berni már el is kezdett nézelődni, viszont én is szeretnék körbenézni, mert keresztfiamnak szeretnék valami cuki kis játékot, úgyhogy megnézzük, hogy mik vannak itt. Istenem, nézzétek! Moncsicsi. Régen, amikor kicsi voltam, nekem is volt, és egy pár éve megtaláltuk, édesanyám mutatta az én régi moncsicsimet. Ó, de cukik! Ez meg mindig aranyos. Jaj, van kis család is. Te hogy állsz a plissekkel? Úgy állok vele, hogy mindegyiket haza akarom vinni, különben azt érzem, hogy cserben hagytam őket. Ó, annyira úgy cukik. Úgy néznek rám, hogy... Régen rengeteg plissem volt, és ki kellett őket rakni, mert foglalták a helyet a szobámba, meg tudod, felújítás, meg ilyenek. Jaj, kockás fülényúl. Én régen néztem. Én nem szerettem. Nem szeretted? Hmm. Olyan cuki. Papagáj! Milyen élethű hallod? Nagyon kis aranyos. Halló! Nyilvság! Voltunk ruhát próbálni, voltunk karácsonyi dolgokat venni, meg voltunk játékboltban, és találtunk amúgy tök jó ajándékot, azt majd Berni neked elmeséli otthon. Én meg vettem a keresztfiamnak ajándékot, képzeld el. Úgyhogy óriási a játékbolt. És mindent te fizettél. De igazán úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elkísértetek ma. Nektek is köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ha még nem vagytok, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot erre a videóra. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Yeah. Baby, girl, you're so damn fine, dog. Wanna know if I can hit it from behind, dog. I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamin.